Jó estét kívánok, ez itt újra a Random. Én Bertalan Ildikó vagyok, köszöntöm Önöket szeretettel. Nézzük akkor, hogy mivel várjuk Önöket ma este. Műsorunk első részében Ásványráróra látogatunk, megnézzük, hogy milyen lett az egészségház, amit szeptember 13-án adtak át. Aztán természetesen ma is beszélgetek meghívott vendéggel, ma sem árulom el, hogy kivel, és a műsorunk utolsó részében, abban a néhány percben, ami még hátra lesz, Mosonmagyaróvárra látogatunk, ugyanis ott is átadtak egy épületet, mégpedig a felújított iparos házat. Azt is megnézzük, hogy milyen lett. Tartsanak velünk! 2016-ban kiírt pályázat eredményeként 2019. szeptemberében egészségházat avathattak Ásványráron. Régi álom valósult meg ezzel a beruházással. 2010 óta vagyok polgármester, de az első és legfontosabb gondolat az az volt mindig bennem, hogy látva azokat az épületeket, hogy nagyon fontos lenne, ha lesz rá lehetőségünk, hogy egy ilyen pályázaton részt vehessünk, és nagyon-nagyon vártunk rá, ami el is érkezett, és így 2016-ban be tudtuk nyújtani ezt a pályázatot. A rendezvényen dr. Nagy István agrárminiszter a település tudatos fejlődéséért, felelősségteljes döntéseiért méltatta Ásványráró vezetését, míg Széles Sándor kormány megbízott a község stratégiai szerepét hangsúlyozta a térségen belül. Ásványráró, az ásványrári lakosok nekem mindig példaértékűek. Ezt elmondtam akkor, amikor a Tűzoltó Egyesület útbaindító ünnepsége volt, hiszen nem csak saját magukért, hanem a környékbelőjékért is szolgálatot vállalnak. És ugyanezt látom akkor is, amikor az árvízi védekezés kapcsán az ásványrárói emberek tudják, hogy nem csak magukért küzdenek, hanem az egész térségért, mert ha egy ponton baj van, akkor a többi települést is érinti. És ez a gondolkodásmód meg kell, hogy mutatkozzon a hétköznapok eredményében. Most itt vagyunk, és szívből örülünk annak, hogy ez megmutatkozik, kézzelfogható eredménye van, és én sem kívánhatok mást, hogy további sok sikert érjenek el, és az ásványráróiak pedig tudják ezt eredményesen használni az egészségük megőrzése, illetve az egészségük javítása érdekében. Ásványráró tehát élt a lehetőséggel, és a már korszerűtlenné vált egészségügyi létesítményeit egy mai kornak tökéletesen megfelelőre váltotta. Az új épület maximálisan megfelel a 21. századi elvárásoknak, három alapszolgáltatásnak biztosít helyet, a házi orvosi praxisnak, a fogorvosnak és a védőnői szolgálatnak. Hát nézze, jobb körülmények között talán jobban sikerül gyógyítani is, de hát ez a változásnak nagy változás. Inkább a betegek részéről lesz ez értékelhető, tudnék az előző intézményünk emeleti, tehát magas földszintes épület volt, ahol nehezebben közlekedtek az idősebbek. Őnekik már a lépcsőn sérülteknek nehezebb volt feljutni. Ez ami biztosan az előzmény. A többi hát az végül is adódik, mert hát akárhol is vagyunk, azt el kell látni azt a beteget mindenhogyan. A beruházás ezúttal is a Széchenyi program keretében valósulhatott meg, amelyhez bizony Ásványrárónak is hozzá kellett tennie a magáét, az eredeti tervek szerinti összeghez képest többet, végül 70 millió forintot. Ugye az lett volna jó, ha sokkal hamarabb tudunk kezdeni. Tehát, hogyha mondjuk ezek a pályázatok egy kicsit előrébb indulnak el, előrébb zajlik le, mert ugye akkor nem lett volna ez a nagy boom, ami itt az építőiparban megtörtént. Így... Nekem egyébként teljesen mindegy volt, illetve szerintem a testületnek is, mert annyira rossz állapotban vannak a meglévő épületeink, hogy majdnem, hogy nem volt mint gondolkodni. Tehát azon kellett inkább gondolkodni, hogy hogy teremtsük elő azt a pénzt, amit muszáj hozzárakni. Tehát ezt muszáj volt vállaljuk, mivel ahogy említettem a beszédben is, például a védőnői épületet már egy évvel ezelőtt el kellett hagyjuk, és egy ideiglenes helyre kellett költözni, mert az annyira rossz állapotban van. Ígértem Önöknek egy vendéget, kedves nézőink, aki meg is érkezett hozzánk közben. Köszöntelek szeretettel, Léber László, a Csalogató Néptánc Együttes vezetője. Én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm a meghívást. Örülök, hogy eljöttél, mert gondolom, hogy nálatok is aztán újra meglódult az élet így az iskola kezdéssel. Nem tudom, hogy volt-e nyaratok, vagy mivel töltöttétek a nyarat egyáltalán? Volt nyarunk, hát volt egy rövid családi nyaralás. Igaz, hogy rövid volt, messze mentünk Írországba, és ha már így a nyaralásra Írországba, azt mondják, hogy tavaly a nyár egy csütörtöki napra esett, mert folyamatosan esett. Tehát nekünk is egy ilyen rövid nyarunk volt, mert végül is dolgoztunk, tehát táborokat tartottunk, edzőtábor volt, illetve
illetve az mellett, hogy táncot tanítunk, meg kulturális programokat szervezünk, ez mellett elég sok feladatot bevállunk, és a faluba is sok mindent ránk osztottak, ami komoly szervezése jár, de hát így jó. Mert hogy kedves nézőink, a Csalogató Néptánc Együttes egy alapvetően egy gyerek együttes, ugye gyerekekből áll össze, és milyen múltja van neki? 2014-ben alakultunk 24 fővel, és jelenleg, hát kérem szépen, 3 csoportban dolgozunk. A kezdeti 24 fő már a 33-á dagadt, volt egy-kettő, aki jött-ment, elment, közben érkeztek. Aztán van egy kisebb csoportunk, ők a Csalogató Cseppek, ők vannak évelejében 30 körül létszámban, illetve két éve működik egy Essencia nevezetű táncegyüttes is, akik a csalogatósok szüleiből állnak. Tehát így 3 korosztályt, de alapvetően természetesen gyerekekkel. Mert hogy lehetett rájuk alapozni, mert alapvetően azért a néptáncos szülőnek a gyereke is belecsöppen ebbe a világba, és átveszi ezeket a dolgokat. Igen, tehát ugye valahogy én azt gondolom, tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, és például a néptánc ilyen, hogyha az ember megízleli, vagy mondjuk például mind itt Kálnokon is, ugye az iskolai órarendbe bele van építve, most csúnya szót mondok, kötelező jelleggel, és az a kötelező jelleggel jól van csinálva, mert ugye voltak kötelező dolgok, gondolok, én is tanultam 8 évig oroszt, és egy szót sem tudok, de például a tánc, hogyha jól csináljuk, és élvezettel próbáljuk átadni, és a gyerekek az első alkalommal, tehát azt mondják, hogy jó, kötelező, de ott kell lennem, akkor nyitottá teszem magam iránt, akkor előbb-utóbb észreveszik, hogy ez nem is egy rossz dolog, hiszen nem csinálunk semmi mást. Játszunk, mozgunk zenére, jó zenére ráadásul, és jól érezzük magunkat. És hogyha a gyerek jól érzi magát, hogy akkor a szülő is jól érzi magát, és akkor elkezd figyelni, mitől érzi el jól magát, és kedvet kap ahhoz, hogy odálljon, és egy idő után már egy kicsit ilyen verseny is kimutat példát, kinek ki tanul, kitől. De én azt gondolom, hogy ez a legjobb, amikor együtt a család egy a mi hagyományunkból táplálkozó zenére közösen együtt jól tudja magát érezni. Említetted a Mária Kálnokot, és én nem is véletlenül hívtalak meg, mert azért szeretem, hogyha a vendégemnek van valami kötődése a településünkhöz. Kálnokon most vagy második éve, ugye? Igen. Aha. Igen. És ez egyébként, ez a tánc, mint olyan, mióta van benne az a tanrendben, vagy mennyire minden iskolára jellemző? Hát azt nem tudom, hogy minden iskolában mire jellemző. Uh-huh. Én 2001-ben kezdtem, bocsánat, nem is mondom, tehát 1998. szeptemberesen kezdtem dolgozni. Uh-huh. És hát először én Szombathelyen művészeti iskolában dolgoztam, és már ott például a második évben, tehát 2000-ben a VP általános iskola megkeresett, hogy az első évfolyamon én felmenő rendszerben vezessük be. Aztán ugye akkor elköltöztünk 2001-ben ide Mosonmagyaróvárra, és 2001. szeptemberében tanítottam azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évet már Kálnokon. Uh-huh. Akkor a Lajta Művészeti Iskolán keresztül volt valahogy ilyen óraadói státuszom. De már akkor is én nappalisban? Akkor is nappalisban. Igen. Aha. Úgyhogy hát például amikor én tavaly szeptember 1-én betoppantam ide teljesen váratlanul, mert tényleg 2 nappal előttem kerültem be a tantestületbe, akkor meglepődve fogadtak, illetve hát egyrészt, másrészt meg újra ismerősként fogadtak, tehát visszatérőként. És hát tehát itt az iskolában, a Móra vagy a Mária Kálnok iskolában tavaly szeptember óta van benn az alsó tagozaton, a mindennapos testnevelés terhére. Azzal, hogy te a Kálnoki és a Móra iskolába kerültél, változott-e esetleg a Csalogató Néptánc együttesed összetétele? Számította ezt, hogy a Léber Laci bácsit már ismerjük az iskolából, akkor gazdagítsuk a néptánc. Igen. Hát ugye a Csalogató, mivel én a Piarista iskolában dolgoztam, tehát 99%-ban az induláskor a Piaristába jött, és az évek folyamán ez változott, tehát most amikor ide kerültem a Mórába, akkor mondjuk a 70% volt a Piaristával, és 30% a egyéb intézményekből, tehát jöttek Újrónafőről, Bezenyéről, Rajkáról, több helyről, és ilyen számottevően nem változott még. Igazából megmondom őszintén, nem is volt a célom ez, mert majd az idő haladtával, tehát
Erőltetni nem szabad semmit. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a nagyon jó társaság a csalogató, csak ők azért már magasabb szinten állnak, mondjuk, mint egy oda becsöppent Mórás, és nem akarok azt, hogy például mondjuk egy új fiú vagy kislány mondjuk kellemetlenül érezze magát, hogy na, én ezt nem tudom. Inkább most az élménnyel ajándékozom őket, vagy nem is jó, tudom. Jó, hát egyáltalán szeressék meg ezt a műfajt. Viszont mondjuk azt mondom, hogy például Mórában most idén indul egy ilyen néptánc szakkör, mert annyi mindenbe bevontak, vagy bevontam magamat, vagy úgy összefonottunk ott a tanítónőkkel, hogy ha van egy ilyen március 15-i műsor, vagy egy Mikulás nap, vagy bármi, egy apró kis egy mozgást, vagy valamit beleviszünk, mert én azt gondolom, hogy a vers egy csodálatos dolog, hogy ez megszületett, meg az ének is, csak valahogy egy laikus számára, vagy egyáltalán egy ilyen néző számára a mozgás, a zene egy ilyen kis... Jobban leköti a figyelmet, és magára vonja, és a gyerekeknek is azt gondolom, tehát, hogy együtt csinálhatnak valamit, ez egy még plusz érzést ad is. Ugye mi az is piarista iskolában találkoztunk, és emlékszem, hogy szinte minden programnál a Léber Laci bácsi olyan elfoglalt volt, és minden tanár örült, hogyha levadászhatta a saját programjainak a bevonásába igazából, akkor gondolom ugyanezt vitted át a másik intézménybe, és ott is ilyen népszerű lett a Laci bácsi. Na nézzük akkor egy kicsit magát a Csalogató Néptánc Együttest, hogy melyik útvonalon, melyik hagyomány, melyik táncokra fókuszáltatok rá, miből áll össze mondjuk a repertoáratok? Igen. Hát próbáltuk valahogy innen a környék, vagy egy helyből kiindulni, vagy minél közelebbi sajátot. Tehát táncolunk szigetközi táncokat természetesen, aztán a kicsit tágabb Rába köz, tehát lefelé a Rába közből, fölfelé a Csaló közből, Vas megye, de egészen most már eljutottunk Erdélyig, és mindig az a koncepciónk, hogy persze, tehát, hogy a tökéletesség igényével, vagy hogyha lehet ilyen nagy szavakat mondani, nyilván gyerekeknek ez nem mond semmit, mert ők kifejezetten jól akarják magukat érezni, meg tudom, hogy ugyanolyan elánnal áll a mondjuk ugyanaz a néptáncos mondjuk a kosárlabda mögé, vagy akár a sorverseny mögé, és nem is akarunk ezzel versenyezni, most aki ide jár, az máshova ne járjon, mert ez a jó, tehát hogy próbálja ki magát, szerezze mindenhol több ismeretet és több ügyességet, jártasságot, hiszen nem tudjuk, hogy mikor, mire lesz szükség, és az sem hátrány, hogyha ezeket az ismereteket a másik művészeti ágba, vagy akár sportágba fel tudja használni. Mi mondom, tehát próbáljuk a legalaposabban az ő életkoruknak megfelelő szintig. Tehát nem megyünk bele ilyen, hogy most ez a falu széli lakó öreg Pista bácsinak a lépése, mert nem, nincs rá szüksége. Meg úgyis ő máshogy fogja csinálni, hiszen az egy 95 éves bácsi volt csípőprotézissel, ezek meg életvidem ugrabugri gyerekek. Amire figyelünk viszont, hogy a megjelenésük, tehát hogy az fontos, hogy vidám színekkel, és tényleg, hogy próbáljuk autentikusan, tehát hogy olyan ilyen kis színkavalkádban jelenhessen meg a gyerekcsoport, amire azt mondja a néző is, hogy na igen, tehát hogy ott vannak a kis egyéniségek a színpadon is, és úgy látom, fogékonyak rá gyerekek, hiszen már valaki mondjuk is bokrétát tűz a kalapja mellé, vagy Hosentrogert vesz, vagy direkt beszerez egy barna mellényt, vagy a lányok is egy kicsit még más varnak a ruhájukra, hogy egy kicsit elkülönülnek a többitől. Ahogy ez volt régen is, meg gondolom ma is, nem? Tehát, hogy az ilyen unisex dolgokat próbáljuk egy kicsit saját egyéniségünkre formálni. És ebben a mai világban ugye nem annyira szokás a hagyományok tisztelete, meg főleg a művelése, nem jönnek elő ilyen problémák, hogy ciki néptáncosnak lenni, mit tudom, egy ilyen ultramodern világban? Nem vettétek észre még? Nem tapasztaltátok? Én azt gondolom, hogy ugye a ciki az, ott mindig egy közösségi ítélet. Igen. Tehát, hogyha ha fölépítünk egy jó közösséget, ami sajnos, hogy ezt kell mondjam, tehát, hogy egy ilyen olyan világban élünk, ami a közösségek ellen van, mert a közösség összetart, megtart, tovább visz, ami valójában őszintén... Nem az egyéniség tud érvényesülni. Igen, és akkor nem megyünk a Tesco-ba vásárolni, hanem inkább ne kell kapálni. Tehát
ha közösségbe gondolkozunk és közösséget építünk, ezt próbáljuk megvalósítani, akkor a közösség, én azt gondolom, együttes erővel az ilyen kis beszólásokon, uh-huh. vagy ilyen ciki dolgokon átlendít, hiszen az élmény, a közösen megélt élmény, az mindig nagyobb hatású, mint egy ilyen bedobott fricska, vagy nem is tudom. Így van. Azzal kezdtük, hogy volt egy nyár is. Meséltél nekünk, hogy mit csináltatok, merre jártatok konkrétan, hogyan állt össze, merre hívtak benneteket, és most hogy kezdődött ez az év, hogy volt-e valami, vagy lesz-e mostanában? Igen. Mármint a csalogatóval. Igen. Igaz? Hú, végig gondolom. Lehet. Jó, igen. Hát akkor szemezgessük a legnagyobbakat, legemlékezetesebbeket. Igen, tehát volt két edzőtáborunk. A kicsiknek is volt egy edzőtábor, és a nagyoknak is. A kicsikkel János Somorjára mentünk. Ott van egy nagyon jó testvér kapcsolatunk a helyi táncegyüttessel, akiknek van egy ilyen művelődési házuk, uh-huh. és ott foglaltuk, vagy oda költöztünk be egy teljes hétre. És hogy ezek tehát a legkisebb, azt képzeld el, hogy nagy csoportos volt. És bentlakásos táborba ment? És képzeld, nem. Azért? Ez ilyen ingázó tábor volt, viszont egy este ott aludtunk. És akkor ugye délután 4-kor véget ért a tánc, aztán kimentünk a mezőre, hát a legnagyobb élmény az volt, hogy szalmabálán ugráltunk, szalmabálát görgettünk arrébb, aztán tábortűz volt, és aztán utána filmvetítés. És hát végre, nagy örömömre, 00:30 mindenki sikeresen elaludt. Hát a... Igen. Hát igen, tehát a másik örömöm az volt, amikor 17:30 már keltek, de ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt, hiszen a csoportnak, tehát van ugye a legkisebb az óvodás, a legnagyobb az harmadikas volt, és ez volt az első ottalvás sos táboruk. Aztán a nagyokkal, Balatonra mentünk, most már második éve, hogy oda járunk, és egy nagyon barátságos ifjúsági szállás, egyébként piarista üdülő, és tényleg, tehát ugye a gyerekek is nagy része oda jár, és a lelkülettel sincsen gond, tehát nem ezért mondom. Viszont nagyon örömmel fogadtak a helyiek is bennünket, tehát ugye tábor váltja a tábort, de jó látni, hogy mi egy ilyen kis laposabb részen vagyunk, és fölöttünk megy el az út, és hogy jönnek a nyaralók nemzetiségtől, vagy így át hovatartás függően, megállnak, néznek bennünket, uh-huh. fényképezik a gyerekeket, és tényleg a szomszédok is olyan barátságosak, tehát ugye gyakorlatilag mi ott zajongunk reggeltől estig, de örömmel veszik, mert azt mondják, hogy igen, tehát ez egy olyan kulturált társaság, aki ahelyett, hogy mondjuk törne, zúzna, vagy egyáltalán csak nyomkodná a kütyüjét, veszi a fáradtságot és energiát, időt áldoz arra, hogy itt valamit létrehozzon. És egy új tánccal kezdtünk el foglalkozni, pont egy Erdélyvel, illetve átnéztük azokat a táncokat, amivel a nyáron fel fogunk lépni, mert volt most egy ilyen lazább nyarunk, volt két fellépésünk. Az egyik a Szent László napokon volt az idősek estjén a Mosomagyaróváron, ahol ami az érdekességet adta, hogy nem abban a formátum, hogy a nyár közepén nagyon nehéz a gyerekeket összeszedni, léptünk fel, ahogy egyébként felszoktunk, hanem a János Somorjai felnőtt együttesből és a gyerekekből válogattunk, vagy jelentkeztek, és őbelül csináltunk egy ilyen két fél produkciót, tehát ilyen keverve is. A gyerekeknek is jó volt, hogy akik már ugye hatodikasok, tehát hogy majdnem felnőttek, hogy kis plusz, meg a felnőtteknek is a gyerekek. Aztán ami egyen egységes volt, tehát mindenki ott volt, az meg augusztus közepén, Szent István naphoz közeledve Albert Kázmíron egy búcsút szervezett végül is a Várbalogi Római Katolikus Plébánia, illetve az Egyesületünk, és ott pedig német csoporttal, a felnőtt csoporttal, meg a gyerekekkel léptünk fel, és nagyon jó volt, tehát amikor az osztrák cundorfi táncosok, aztán ott voltak a Mórának a német nemzetiségi táncosai, tehát hogy a gyerekek, a felnőttek, a gyakorlatilag életkortól függetlenül, nyelvtől függetlenül egy nyelven tudnak beszélni, a tánc nyelvén is.
Ez, igen, a zene és a tánc erre ezt mondják, ez külön nyelv, és ez, így van, így van. Gondolom, hogy az fontos, hogy szervezzétek a programokat, a fellépési lehetőségeket, mert ez egyfajta motiváció, és ez adja igazából a lényegét, az élményt, a nagy élményt. Ugye nehéz ezt szervezni, vagy már hívnak benneteket? Hívnak bennünket, de mindig inkább már úgy vissza kell mondanunk. Nem is azért, mert nem szeretnénk menni, hanem pont azért, mert ugye, ahogy nőnek a gyerekek, egyre több programot szervez számukra az iskola is, egyéb elfoglaltságuk is van, és nyilván tehát azt sem akarjuk, tehát, hogy besokaljanak. És inkább úgy próbáljuk egy kicsit úgy, egy éves szinten, úgy, ha lehet ilyet mondani, maximalizálni, mert azért mindenkinek a jóból is megárt a sok. Jóból is megárt a sok, igen. Meg inkább legyen kevesebb és az minőségébb, mint hogy na, most megint csak fél csoport van, mert... Persze, ez teljesen érthető. Ha mégis valaki kedvet kapna, azt mondod, hogy azért ennyire jól működő csapatba beilleszkedni már elég nehéz, de ha mégis valaki megnézne benneteket, hol tudja megnézni a próbáitokat? A Széchenyi teremben próbálunk, és ott talál meg bennünket. Kedden is ott vagyunk, illetve szerdán is. Vagy hát a Móra iskolában engem személyesen meg lehet keresni, és nagy örömmel segítek az eligazodásban. Jó. Na, örülök, hogy itt voltál és elmondtad ezt nekünk. Én további minden jót kívánok nektek. Sok-sok örömmel teli perceket a gyerekekkel. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Kedves nézőink, ígértem még egy kis összeállítást így a műsor végére, mégpedig az iparos székházról. Moson-Magyaróváron ugyanis a felújított iparos székházat adták át, ezt néztük meg mi is, nézzék meg önök is velünk, én pedig elköszönök önöktől, és biztatom arra a kedves nézőket, hogy azért tartsanak velünk a továbbiakban is, minden jót. Sok-sok ember, szervezet, a politika és a civil szféra fogott össze, hogy Moson-Magyaróváron az ipartestület 80 éves székházát az évfordulón felújítva, méltó pompájában újra átadhassák, használatba vehessék. Hát ez a székházban úgy gondolom már lesz lehetőségünk arra, hogy azokat az oktatásokat, képzéseket a jövő iparosság részére, azokat a plusz információkat tudjuk biztosítani, mivel lett egy nagy termünk, ahol úgy gondolom akár 60-70 el fogunk tudni férni, és a régi iparosok akár már kihaló szakmákat be fognak tudni úgy a fiatalok részre mutatni életűen, hogyha még valaki a mai napig esetleg kedvet fog ehhez érezni, ha nem is feltétlenül ebből fog élni, de akár egy hagyományőrzésként is, mert ugye az iparosság egyik feladata a hagyományőrzés is, és ezért is valósítottuk meg a nagy terembe egy olyan állandó bemutató termet, hogy süllyesztve, de üveglapon keresztül megtekinthető, és ott vannak olyan szerszámok, ami több generáción, akár 4-5 éven, 4-5 generáción keresztül már szolgálják azt az építőipari szakembert, ácsot, asztalost, köművest, ahol 4-5 generáció óta ezzel tartják el családukat, illetve elégítik ki a lakosság megrendeléseknek az igényeit. Dr. Nagy István agrárminiszter a múlt viszontagságaira hívta fel a figyelmet, és arra, hogy a 111 éves testület kitartó munkájának gyümölcseként egy nagy család otthonát valósították meg, egy becsületbeli ügy végére tettek pontot. Az a sok-sok ember, sok-sok barát, sok-sok iparostárs, akik eljöttek ide dolgozni, azok nem azt kérdezték, többségében, hogy mennyit szoktok fizetni, hanem jöjjek a jövő szombaton is. És én ezt tartom a legfontosabb. Az ünnepségen Schmidt János fáradhatatlan munkáját, a munkájához való hozzáállását, az elkötelezettségét a megszépülő székház és az ipartestület felé, az elnök megható gondolatai után Széles Sándor kormánymegbízott oklevéllel köszönte meg és ismerte el. 2017 őszén a kormányhivatal és a magyar kormány úgy döntött közösen, hogy a Moson-Magyaróvár és Vidéke Ipartestület használatba kapja az eddig is tulajdonában lévő székházát. Az volt a kérésünk, hogy tegyenek azért, hogy az iparosság fejlődjön, hogy az a szellemiség, az a tudás, az a mentalitás, ami az ő birtokukban van, az öröklődjön tovább. Tehát szeretnénk, hogy olyan képzések indulnának ebben a székházban, ami továbbfejleszti a Moson-Magyaróvár és Vidéke iparosságát. Erre fogadalmat tettek, úgy tűnik, hogy a felújítás kapcsán, amit tökéletesen elvégeztek, hogyha mindent így teljesítenek, akkor a munkanélküliségi ráta tovább fog csökkenni, az iparos szellem pedig tovább öröklődik. Ez az a réteg, aki a lakosságot kiszolgálja.
és ma már ugye a lakosságnál a demográfiai hullám véget. Vagy magáért azért, mert azért itt van közel az országhatár. A nyugati béreknek az elszívó ereje annyi fiatalt kivitt külföldre, hogy bizony nagy probléma előtt állunk, és amikor látjuk azt, hogy a szakmunkásképző iskolákban egyre kevesebb fiatal van, mert a kétkezi munkát egyre kevesebben választják, akkor nagy szükség van ezekre az ipartestületekre, hogy pályaorientációba ott legyenek már a 7.-8. osztályos gyereknél, közvetítsék ki a fiatalokat azért a szakmunkásképzésbe, hogy mestereknél tanulják meg. Mert mi azért bent vagyunk IPOSZ-ként a szakmunkásképzési és innovációs tanácsba, ahol folyik a szakmunkásképzésnek az átalakításáról szóló munka, de azért ott mi mindig próbáljuk hangoztatni, hogy nem csak a multikat kell kiszolgálni azzal, hogy bizonyos szakterületekben vagy szakmákban részfeladatokat képezzünk az embereknek, hanem komplex tudást kell adni a fiataloknak, akik viszont a lakosságnak a kiszolgálásába fognak részt venni, hiszen ma egyik vagy másik márkát kell javítani, vagy éppen más és más feladatot kell végrehajtani. Tehát itt nem elég részfeladatot adni a fiataloknak ahhoz, hogy bizonyos tudást megszerezzenek, hanem egész komplex tudást kell átadni ahhoz, hogy a lakosságot megfelelő minőségbe tudják kiszolgálni.